Üstü hal ilanının amacı a rendkívüli állapotok kihirdetésével a célunk az, hogy a lehető leghatékonyabb módon képesek legyünk szembeszállni a jelenlegi terror fenyegetettséggel, ami a demokráciát a joguralmat ássa alá. A most kihirdetett intézkedések nem a demokrácia és a szabadságjogok felszámolására, hanem azok megerősítésére történtek, jelentette be a vezető. Nyugati politikusok ugyanakkor már korábban óvatosan bírálták Ankarát a puccskísérletet követően meginduló elképesztő méreteket öltő tisztogatási hullám kapcsán. Aggódva figyeljük a beszámolókat az elmúlt órák történéseiről is. A tisztogatási hullám a katonák és bírók után az egyetemi tanárokat is elérte. Természetesen a puccskísérlet politikai és jogi szövődményeivel foglalkozni kell, de a joguralmát is biztosítani szükséges az országban. Fogalmazott az amerikai látogatásra érkező német külügyminiszter amerikai, holland és kanadai kollégája társaságában. Az ország lakossága megosztottan fogadta a keddélyeli fejleményeket és a rendkívüli állapotok kihirdetését. Egyre rosszabbra fordulnak a dolgok, amíg megmaradt szabadságjogokat is felszámolják, de talán a nép most megindítja a harcot a jogaiért, mondja egy fővárosi lakos. Erdoğan hívei ugyanakkor ünnepelve fogadták az elnök bejelentését. Ha az elnök szerint szükségesek ezek az intézkedések, akkor vélhetően ez most a legjobb megoldás. Bízunk abban, hogy a vezetése mellett túl leszünk ezen az időszakon is. Én nem félek, az élet megy tovább Törökországban, mondja az elnök egyik támogatója. Szerdán külföldi diplomaták és helyi vallási vezetők közösen emlékeztek a múlt hét pénteki puccskísérlet áldozataira. Az elbukott államcsínek több mint 230 halálos áldozata volt. Közben Ankara folytatta a légicsapásokat Irak északi részén a kurd fegyveresek ellen. A helyi haderő beszámolója szerint a hétvégén végrehajtott támadásokban legkevesebb 20 kurd milicistával végeztek.